akkor kérdezném én ezt az akciót, vagy ezt a bemutatót, amit itt tartatott. Ez örömmel hallgatom. Ismerünk benneteket, ugyan van új arc időnként köztetek, de mi lenne az üzenete egy ilyen előadásnak vagy produkciónak? Erre lennénk kíváncsi. Mi arra gondoltunk, hogy először is a közös zenélés lenne az együtt töltött energia együttlüktetésnek a fontossága, hogy eltelik több hónap, akár egy év is egy ilyen időszakban, és ugyanúgy 2 percen belül egymásra hangolodunk, és ezt az energiát szeretnénk kifelé megmutatni, hogy ezek a dobok, ezek az ősi hangszerek, ezek mindenkibe belülről megszólaltasson valamit, vagy valami előbújjon belőle, és érezze vissza találni a gyökereihez, új kapcsolatokat találni. Maga az ütem meg, amit eljátszatok, mert ez gyakorlatilag egy gyönyörű szám egyeseknek, aki rá tud hangolódni. Van üzenete szerinted, vagy mindenki bíz a saját gondolataira magát, vagy éljél bele ebbe a ritmusba? Hát, ha mi négyünkre gondolsz, hogy van egy üzenete, mi arra gondolunk mindig, hogy legyen egy mélyebb, aki vezeti, aki az egészet így kicsit így irányítja, kordában tartja, és akkor a különböző hangszerek, különböző hangmagasságban megszínesítik, megfűszeresítik az egészet, performance. Nincs előre megjátszott, előre begyakorolt ütemek, de ezeket a ütemeket mindenki tudja, ez a világzenei ritmikai, és ezeket fűszerezzük, tördeljük, gyorsítjuk, lassítjuk, felezzük. Vannak mélyebb, magasabbak, a konga is két külön hangon szóló hangszer, egyik a másiktól teljesen másra van hangolva, egy-két hang különbségre vannak behangolva, és így az egyik egy magasat ad, a másik pedig egy mélyebbet. És hozzá csatlakozik az afrikai dzsemb, amit már pont így elraktam. Igen, láttuk. Meg vannak nagyon sok kézzel készített dobok is. Hát, hogy kifelé mit üzen, azt a közönséget kellene megkérdezni. Mi ilyenkor nagyon befelé figyelünk, hogy együtt legyünk. Ez lenne a kérdés most, hogy ti ilyenkor mit éltek át belülről? Igazán, valahol vagytok, vagy csak beleélitek a ritmusba magatokat, vagy ennek van egy története a lelketeken belül? Én azt úgy érzem, én személy szerint úgy érzem, hogy így a ritmussal visszacsatlakozok. Elvisz magával. Igen, egy ilyen gyökerekhez vissza az alaphoz. Akár azt nézzük, hogyha csak egyet ütünk, akkor mindenkiben egy szívdobbanás. És ezt lehet gyorsítani, lassítani, ugyanúgy hat az emberekre kifelé is ez a gyorsabb ritmus. Különböző effekteket lehet behozni. Valakiben ez gond, valakiben egy frászt hozza, de valaki meg együtt, valakiben beindul egy ritmus, lüktet a lába. De visszavezetnek minden hangszerek az ősiséghez, az eredethez, és aztán ott, hogy kiben mit játszódik, az egyéni utazás. Engem nagyon megtaláltatok ezzel az előadással. Nekem nagyon régi vágyam az, hogy valahol a Korzó téren összejön vagy 50-100 darab dobos. Tervezted? Nem ilyen sokban. Hát, és akkor... Van-e rá lehetőség? Nekem van több dobom is, én tervezek majd így a jövőben egy ilyen kis dzsembi és ilyen kis alap ritmikai oktatást, és akkor be lehet csatlakozni. Akik megszerettek benneteket, az hol tudnak utolérni, hol hallhatnak benneteket, hol lesz előadásatok, esetleg a közelmúlt? Nincs most jövőben. Még tervezet előre. Én azt hiszem, hogy a Dobszerda körben a Bíró Joe-t kellene így majd... Ez van ilyen Facebook csoport, és azt hiszem, ha jó emlékszem. Igen, oda kellene írni neki. Mindig, amikor egy rendezvény van, egy napi egyenlőség, tavaszi, mindig akkor ott jelen vannak a dobok. Akkor a ti egy kicsit az ilyen mitikus dolgokra ráhajoltok. Kicsit így belemegyünk a spiritualizmusba, akár így elég a sámáltadás terén is. Igen. Tehát mindenki játszik több hangszeren is, de alapvetően a ritmikát bármire át lehet vinni. Egy dorombra, egy furujára, egy tilinkóra, bármire. Dobokon kívül megeszólaltattok más hangszereket is, mert úgy tudom, hogy van a birtokotokban más húgós hangszerem, vagy esetleg? Hát én is több hangszeren játszok. Van nekünk zenekarunk is, aki jellemzően az ütős performance-ba vagyok bele, de darombbal is játszok, bármilyen fúvóson is előjön. Igazából most jött a gitár, írbuzuk, mindig változik, a ritmikát visszük át a másikba. Hát a Joe-ék, én úgy emlékszem, a dobon, tilinkon, kavalon játszanak, ez is a fúvósokon. Van-e kapcsolatotok a valahol az országon belül más hasonló csoportokkal, vagy akik űzik ezt a úgynevezett
hangszeres története, nem tudom, szebben kifejezni magam. Én azt mondom, hogy minden megyében nagyobb településen van egy-két ilyen dobos csapat, ilyen dobos... Nem ilyen lakodalmas dobosra gondolom most? Nem, kicsit így egy jobban belemegyünk így a spiritualizmusban, mélyebb rásunk a lüktetéssel, a dobokkal. Volt már, hogy hívtak más megyében is, és összefogtak így a két-három megye dobosa is. Például Dánfokon szoktak most találkozott nyáron találkozni, ott azért több helyről, megyéből is jönnek vissza, és ott szoktunk így összejönni. Hogy van-e a közeljövőben olyan dátum, vagy olyan történet, ami az érdeklődők úgy megtalálnak benneteken? Szerintem a Dánfoki Dobcamp. De nem tudom az időpontot, az idő, ez változik. Figyelni kell akkor ezt nyári a... Nyári időpont, ez biztos. Az mikor szokott lenni, az már van június, vagy a... Meg, hát igazándiból már nyár, ugye június 21 után van. Jó, mikor van ez a Dobcamp? Most majd megállítottuk egy pillanatra. De nyár? Júli? Valahogy úgy, nem? Tehát nagyon a nyárra szokott. Nem tudom. Csak azt, hogy mivel lehetne összevonni valami dátumot, hogy hol van ilyen dobos megmozdulás. Én ezt a Dánfoki Dobcampet mondtam. Meg aztán, hogy itt a városi önkormányzat, hogy nekem is a szívem vágya már régóta, a régi szökőkút mellett, és akkor ott dobolni egy kicsit így, akár egy este felé. Nagyon, nagyon nagyszerű dolog volna. És aki úgy érzi, bekapcsolódik akár egy kis örömtánccal, és akkor ezt az energiát mi lefölvisszük, lüktetjük. Ez mindig csapattól függ. Tehát, hogy mi elkezdünk valamit, ha beszáll valaki, az minket is motivál, minket is visz előre. De ez már működik ez a négyesség. Igen. Tehát ez a kvartett, ez már működik. 8-an vagyunk. Úgy emlékszem, hogy tavaly a Munkácsi Múzeum udvarán is, ugye? Akkor, ugyanaz a csapat. Ugyanaz a csapat, csak akkor is ott... le voltunk feleződve, mert többiek nem értek rá, de... Amúgy ott 8-an voltunk, ha jól emlékszem, igen. És akkor most ez a fel. Igen. Köszönöm szépen, bemutatkoznál a végén. Horváth Viktor vagyok. Bíró József. Köszönjük szépen. További sok sikert kívánom. Szép napot.